A korábbi évekhez hasonlóan Makó városa idén is csatlakozott az Ökumenikus Imahéthez. A rendezvénysorozat keretében a különböző felekezetű gyülekezetek tagjai együtt imádkoztak a Krisztus hívők egységéért. Közösen énekeltek és fohászkodtak az Istenhez a hívek az Ökumenikus Imahét nyitó rendezvényén, melynek a helyi baptista gyülekezet imaháza adott otthont. A házigazda Szappanos Lajos lelkipásztor elárulta nekünk, hogy a 2022-es imahét anyagát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. Központi igének a következő szentírásból vett idézetet választották. Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Mindemellett arra is kitért, hogy miben látja az ilyen és ehhez hasonló összejövetelek jelentőségét. Én szerintem az, hogy minden felekezet részt vesz benne. Hittételbeli különbségek vannak közöttünk. Ugye mindannyian máshogy értelmezünk dolgokat. Addig nincs baj, míg olvassuk a Szentírást, a gondok akkor jönnek, mikor el is kezdjük magyarázni. És ugye ennek következtében egyik ember így látja, másik ember amúgy látja, kialakulnak különféle felekezetek. De attól függetlenül, hogy mást gondolunk egyes dolgokról, attól mi még békességgel és szeretettel tudunk egymásra gondolni, testvéri kapcsolataink vannak, és ha egy évben csak egyszer, de akkor is egy hétre össze tudunk jönni, egyik építi a másikat, együtt tudunk örülni, együtt tudunk nevetni, együtt tudunk sírni, együtt tudunk gondolkodni. És a lényeg az volna, hogy Jézus Krisztus egy egyházat alapított, és hogy utána ez az egy egyház, mire az idők elmúlnak, addigra ez az egyház, az Isten országa létre tudjon jönni. Az első ima alkalmon Pálfai Zoltán atya prédikált, a római katolikus plébános a központi ige szakaszt alapul véve arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy ebben az ingergazdag környezetben gyakran nem vesszük észre az igazán fontos dolgokat. Vakká tett bennünket a világ. Nem vagyunk képesek többé a tisztánlátásra. Pedig a hit, az látás. Látás, de nem ezzel a szemünkkel. A hit nem más, mint megállni, észrevenni és szemlélni. Mint a tanítvány az üres sír bejáratánál. Látta és hitt. A bölcsek is ezt az örök leckét adják föl. Tanulj meg látni. Vedd észre a csillagot, mely talán mindig is ott ragyogott fölötted, de te sokszor csak ott rohangáltál alatta. Nem néztél föl az égre. A bölcsek ezt mondják nekünk. Nézd, Isten itt van. Vedd észre. Lásd meg. Egészen egyszerűen. Ő jelen van. Még csendesen ugyan, még halkan ugyan, úgy, amint a tavasz ül a pici gabona szemben, elhalóan, és győzelmesen a téli föld alatt ott elrejtőzve, de itt van. Az eseményre ellátogatott Jó Lea napsugár is, aki megosztotta velünk, hogy hosszú évek óta tagja a baptista gyülekezetnek. A családom által kerültem ebbe a közösségbe, körülbelül 3-4 éves koromban voltam itt először. Az egész családom istenfélő ember, és 13 évesen már itt kezdtem be, és akkor éreztem azt az indítatást így Isten felől, hogy nekem ez az utam, és ezt kell választanom. Mint mondta, a Győri Balettársulatának táncművészeként a fellépések miatt nem tud minden hétvégén hazalátogatni Makóra, de amikor ideje engedi, felkeresi az imaházat, ugyanis a hit nagyon fontos szerepet tölt be az életében. Mindig az életem része volt ez, és mindig motivált, és mindig erőt adott, és úgy éreztem, hogy mindig megajándékoz valamivel, amit például szerintem sokan nem kaptak eddig meg az életben.
A hét folyamán a különböző felekezetű gyülekezetek vendégül látták egymást, így például a belvárosi Szent István király plébánia templomban a magyarországi déli evangélikus egyházkerület nyugalmazott püspöke Gáncs Péter hirdetett igét. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett és így szólt, nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Gáncs Péter megosztotta velünk, hogy több ízben járt már Makón, szép emlékek fűzik a településhez. Mint mondta, ő egy nyugtalan nyugdíjas, aki amellett, hogy szabadidejében igyekszik minél több időt tölteni az unokáival, szívesen tesz eleget a meghívásoknak is. Hozzátette, hivatásának egyik legszebb része, amikor felkeresheti a gyülekezeteket, ugyanis ilyenkor tud közel kerülni az emberekhez. Az imahét kapcsán kitért arra is, szerinte az az igazán bölcs személy, aki meghallja az isteni útmutatást. Nekünk is nagyon fontos, hogy jó helyen keressük az életünknek az értelmét, és hát most, amikor a járványhelyzet nagyon próbára teszi a közösségeket, kis és nagy közösségek hullanak szét ezekben a nehéz években. Nagyon nagy öröm, hogy itt minden nap van Makón sorozat, ez nem így van sajnos országszerte sok helyen. A részben érthető félelem miatt 1-2-3 napra szűkítették, itt örömmel láttam, mert megnéztem az első nyitó alkalmat a Makói TV-ben. Tehát jó látni, hogy itt együtt vannak a felekezetek, és hát együtt keressük Isten vezetését, kérjük az ő áldását, és ahogy a vezérige is mondja, eljöttünk, hogy imádjuk őt. Istennek van hatalma arra, hogy mindig minden szükségesen rendelkezetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetbe. Hogy ez így legyen, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Minden egyes találkozó végén a különböző felekezetű gyülekezetek képviselői áldást osztottak. Mint kiderült, az idei ökumenikus imahét során befolyt persei adományokat a makóiak a lepra misszió javára ajánlották fel.